velük kerek a világ, ne dőljön be a trükköknek, közkifolyók megszüntetése fejlesztési munkák miatt téli vízszint beállítása a Tiszatavon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 8-án 18 óra 5 perckor. A Velünk kerek a világ, velünk tanuld a kézilabdát akció hatalmas lendületet és lökést adott a sportágnak. Több tízezer gyermek űzi országosan most már ezt a sportágat. Sajnos a nagyobb városokban nem feltétlen csak a kézilabda az elsődleges, de Karcagon erre pozitív példa van, állítja Bétót János mentor, aki a sütőkézi sulit is támogatja. Az 5 évvel elkezdődött Velünk kerek a világ, velünk tanuld a kézilabdát, hatalmas lendületet és lökést adott a sportágunknak. Több tízezer gyermek űzi ezt a sportágat. Sajnos a nagyobb városokban nem feltétlen csak a kézilabda az elsődleges. Így például én Szolnokról jövök, ott kifejezetten a kosárlabda az, ami nagyon népszerű az iskolánkban. A kisebb iskolánkban azért problémásabb ennek a sportágnak az oktatása, mert kicsik a tornatermek. De ezzel együtt próbálunk megbirkózni műanyagpályákkal, kültéri lehetőségekkel. Szolnok megyében sajnos most nem dicsekedhetünk azzal, hogy élvonalban akár női, akár férfi csapataink lennének. MB2-es csapatok alkotják Turkeve, Törökszentmiklós, Szolnok térségében, és többnél megyei osztályú csapataink vannak. A gyerekek körében most, hogy bejött ez a tauzási lehetőség, amely a sportágnak a megsegítésére jött létre, plusz Zsiga Gyula keltette életre ezt a mozgalmat, a velünk kerek a világ, velünk tanuld a kézilabdát, és azóta ez a rendszer biztosítja a mentori hátteret a kis egyesületeknek, videóanyagokat, szakirodalmakat küld, és napi kapcsolatban vagyunk a klubokkal. A mentoroknak az a munkája, hogy napról hétre látogassák a térségben működő kézilabda szakosztályokat, és segítsék a munkájukat. Karcagon a sütőkézisulisok látványos eredményeket érnek el. A lányok példaértékű munkát végeznek a városban. Nagyon sok gyerek megszerette a sportágat. Mindaz, amit Karcagon tanultak induláskor, később Debrecenben vagy más csapatoknál, azt igyekeznek átadni a gyerekeknek. A szakember a sportág fellendülésében bízik, és abban, hogy a korosztályos képzésekbe bekerülhettek karcagi fiúk és lányok. Fellendülés lehet már az is például, hogy a korosztályos képzésekbe bekerülhettek karcagi fiú és kislány. Ez egy speciális lehetősége azoknak a gyerekeknek, akik kimagasló tehetségről árulkodnak, hogy a téli, tavaszi, nyári szünetekben ilyen közös, országos szintű táborokban vehetnek részt. Ez egy tehetségprogram, ahol a gyerekek nem csak kézilabdával, hanem életmóddal, táplálkozási dolgokkal, meg agressziókezeléssel, sok mindent, elméleti képzést is kapnak, amit utána hoznak vissza az egyesületekbe a csapattársaiknak. Ez a sportág is az egészséges életmódra és rendszerességre nevel, közösségkovácsoló dolog. A diákok nagy izgalommal várják a hétvégi mérkőzéseket. Együtt utaznak, sírnak, együtt nevetnek. Nem kell, hogy nagyon hangsúlyozzam, hogy minden sportág az egészséges életmódra nevel bennünket, rendszerességre nevel bennünket. Azt gondolom, hogy itt nem csak sportszakmai dolgokat, hanem nevelési területen is sokat kapnak a kollégáktól, illetve egymástól. Egy közösségkovácsoló dolog, nagyon nagy izgalommal várják a hétvégi mérkőzéseket, ami szintén egy közösségkovácsoló, ahol együtt utaznak, együtt mennek, együtt sírnak, együtt nevetnek, vagy ezért, vagy amazért. Ezek a vidéki kisebb kluboknál azt gondolom, hogy már az nagyon nagy dolog, hogy heti rendszerességgel megmérettetnek hasonló erejű csapatokkal, bár ahogy hallom, hogy nagyon nagy arányú győzelmeket aratnak, sokszor gyengék az ellenfelek, vagy kevésbé felkészültek, de azt gondolom, hogy a
a közösség kovácsoláson túlmenően azoknak a gyerekeknek is ad lehetőséget, akik kimagasló tehetségek. A vidéki kluboknál, így a karcaginál is nagy dolog, hogy heti rendszerességgel megmérettetnek hasonló erejű csapatokkal, és nagyarányú győzelmeket aratnak. A kimagasló tehetségek pedig Debrecenbe, akár a Fradiba is mehetnek, ehhez Karcagon megkapnak minden alapot. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a trükkös tolvajokra hívja fel a figyelmet. Az úgynevezett trükkös lopásra szakosodott bűnözők leginkább az időskorúak jó hiszeműségét használják ki. Az elkövetőkről tudni kell, hogy általában megnyerő modorúak, jó beszédkészséggel és pszichológiai érzékkel rendelkeznek, egy-két mondat után az emberek bizalmába férkőznek, azonnal olyan témáról próbálnak beszélni, ami szokásosan az idősebb korosztályt érinti. Az elmúlt héten egy tiszasüli idős asszonyt károsított meg egy, magát önkormányzati dolgozónak kiadó nő, bizalmába férkőzött, és így bejutott az otthonába. A tolvajok gyakran önkormányzati tisztségviselőnek, a nyugdíjbiztosító vagy a közüzemi szolgáltató munkatársának, például víz, gáz, villanyúra leolvasónak, szerelőnek vagy más hivatalos személynek adják ki magukat, és így jutnak be a sértettek lakásába, házába. Ezt követően elterelik a gyanútlan áldozat figyelmét, folyamatosan szóval tartják, kérnek valamilyen hivatalos papírt vagy feladóvényt, vagy felváltatnak egy nagyobb összeget, hogy csak pár módszert említsünk, elkerülve azt, hogy az áldozat nyugodtan végig gondolja hallottakat, azok valóságtartalmát. A látogatás pár perc alatt lezajlik, és a sértett csak később veszi észre, hogy a megtakarított pénzét, ékszerét vagy egyéb értékét elvitték. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a trükkös módszerrel elkövetett bűncselekmények elkerülhetők, ha nem feledkezünk meg az alábbi alapelvekről. Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket. Ne engedjenek be idegent a házukba, lakásukba. Kérjék meg, hogy várakozzon a bejáratnál, amíg a szükséges papírt vagy egyebet előkeresik. Mindig kérjenek valamilyen fényképes azonosítót, igazolványt, hogy ellenőrizhessék, valóban hivatalos személy érkezett-e. Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és az igazolvány alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget és telefonon ellenőrizzék a személyiségüket. Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot. Legyen ott valaki, akiben megbíznak. Az idegent ne engedjék egyedül mozogni a lakásban. Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket. Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput. Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez számlára érkezzen. Figyeljék meg, a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát. Amennyiben a megtett óv intézkedések ellenére mégis bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, hiszen így nagyobb esély nyílik az elkövető felkutatására, valamint az eltulajdonított értékek visszaszolgáltatására. Karcag Szent István sugárút 7 szám előtt és a Forint utca, Varró utca sarkán található közkifolyók megszüntetéséről döntött a képviselőtestület az alábbiak szerint. Karcag bel- és külterületén jelenleg kerékpárút kivitelezése és felújítása történik. Ennek kapcsán kerülne megszüntetésre a Szent István sugárút 7 szám előtt található közkifolyó, mert a kivitelezés alatt álló nyomvonalban található. A Varró utca, Forint utca sarkán található közkifolyó is megszüntetésre kerülne, mert a közeljövőben az ipari iskola mögött a Forint utca felől parkoló terület kerülne kialakításra, ami akadályozná a kivitelezést. A vízgazdálkodásról szóló törvény 4. a települési önkormányzatoknak egyik feladata az egységes ivóvízellátás biztosítása. Karcagváros területén az egyedi ingatlan ivóvízbekötéseken túlmenőleg a bekötésekkel nem rendelkező ingatlanok ellátásáról 150 méteres körzeten belül a TRV ZRT gondoskodik. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 liter per fő per nap mennyiségben a lakóhelytől számított legfeljebb 150 méter, közterületen megteendő távolságon belül elérhető. 4 emeletnél magasabb
lifttel vagy üzemképes lifttel nem rendelkező lakóépület esetében 4 emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel kell a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást biztosítani. Közszolgáltatási szerződés hiányában közműves ivóvizet a közkifolyóról vagy más vízvételi helyről rendszeresen vételező természetes személyek száma az ivóvízellátás legalább 20 liter per fő per nap mennyiségben, a lakóhelytől számítottan legfeljebb 300 méter, közterületen megtehető távolságon belül szükséges biztosítani. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a víziközmű szolgáltató a közterületi vízviteli helyett az ellátásért felelős állami tulajdonosi joggyakorló vagy a helyi önkormányzat képviselőtestülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság a közterületi tűzcsapokat, az ellátásért felelős és az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek előzetes hozzájárulásával helyezheti át, vagy szüntetheti meg. Ezen jogszabályi előírások betartása érdekében a TRV ZRT csak a 150 méteres körzeten belüli közkifolyókat szüntetheti meg, ha azon körzeten belül minden ingatlan vezetékes ivóvízzel ellátott. A TRV ZRT-vel történt egyeztetés szerint ezen közkifolyók 150 méteres sugarú területen belül minden helyrajzi száma rendelkező ingatlan rendelkezik ivóvízbekötéssel. A lakosság ivóvízellátása az intézkedés hatására sem sérül, illetve a közkifolyók a humán vízhasználatok környezetegészségügyi szakrendszerében nem szerepelnek kijelölt vízmintavételi helyként, így a megszüntetéssel kapcsolatban közegészségügyi szempontokból a Jászlóson-Szolnok megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya kifogás nem emelt. A biztonságos üzemeltetése és az árvízvédelem miatt a téli időszakra csökkenti a Tiszató szintjét a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A biztonságos üzemeltetés és az árvízvédelem miatt a téli időszakra csökkenti a Tiszató szintjét a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A síkvidéki tározó szintjének 1 cm-es csökkentéséhez mintegy 1 millió köbméter vizet kell leengedni, közölte az igazgatóság televíziónkkal. A tájékoztatás szerint a tározó leűrítése 2 ütemben történik. November 4-től a vízszintet a jelenlegi 725 cm-ről 580 plusz-minusz 10 cm-re csökkenti, majd várhatóan november végétől 620 minusz 10 cm-re emeli az üzemeltető köti vízig. A tározó leürítése ezúttal is a halászati hasznosító Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. És az igazgatóság fokozott együttműködésével történik. A vízszint csökkentés végrehajtását és ütemét befolyásolhatja, módosíthatja egy esetlegesen levonuló árhullám. A vízügyi igazgatóság a közleményben felhívja a figyelmet, hogy a vízi eszközök, hajók, csónakok, úszóművek, stégek üzemeltetésénél, lekötésénél, továbbá a kompok üzemeltetésénél a várható vízszintváltozásra fokozottan számítsanak, és a szükséges intézkedéseket tegyék meg az érintettek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!